Ez a mérkőzés mindig nagy presztízzel bír a két csapat között, mivel mi vagyunk a nyugati csoportban az első két helyen, és mi állunk. Olyan szempontból nem lesz presztízs, hogy esetlegesen ne jussunk be a Final Four-ba, ami az ifjúsági bajnokságban van. Olyan szempontból viszont fontos lesz, hogy egy válogatottban játszanak azok a gyerekek, akik a nekem vannak, illetve nálunk. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mi adjuk a gerincét ennek a magyar ifjúsági válogatottnak, aki Európa-bajnok lett. Van két sérültünk, egy bal átlövő poszton, illetve a jobb szélső pozícióban van két kisebb sérültünk, akik egy-két héten belül felépülnek, viszont most ezen a mérkőzésen nem tudnak pályára lépni. Egy nagyon szoros mérkőzést szeretnénk játszani, jelenlegi állapotában a NECA erősebbnek tűnik, mint mi vagyunk, de én azt szeretném, hogyha egy szoros mérkőzésen nagyon jó védekezéssel, gyors támadójátékkal egy döntetlen, illetve egy győzelmi esélyt tudnánk kihozni ebből a meccsből. A legfontosabb dolog úgy érzem a védekezésünk, mert hogyha az összeáll, akkor abból gyors gólokat tudunk szerezni. A NECA-nak nagyon okos irányítója és nagyon jó átlövőik vannak, ugyanakkor a szélségük is nagyon gyorsak, úgyhogy a másik dolog az, hogy gyorsan vissza kell érnünk. Én úgy gondolom, hogy a NECA erősségei, hogy nagyon sok korosztályos válogatott van benne, és nagyon gyorsak és dinamikusak. Nekünk az erősségünk, hogy gyorsak vagyunk, motiváltak vagyunk, hiszen minden meccset meg szeretnénk nyerni. A NECA ifi mindig egy rangadónak számít, főleg az ifjúság és az NB1-B-s bajnokságban. Én nagyon remélem, hogy minél több szurkoló kilátogat a meccsünkre, és búzítani fognak minket, hiszen ez plusz motivációt és erőt adhat nekünk. Úgy gondolom, hogy a holnapi meccs egy nagyon szoros és izgalmas meccs lesz. Szerintem a NECA játéka egy gyors és egy dinamikus játékstílus, amit egy kemény védekezéssel és egy jó kapus teljesítménnyel tudunk meggátolni, és ebben majd a lerohanásaink pedig pontosak lesznek, úgy gondolom. Sajnos a meccsünk nincs a legjobb időpontban, mert a gyerekek még iskolában vannak, a szülők dolgoznak, de remélem, hogy minél többen kérnek nekünk szurkolni, hiszen ez engem nagyon motivál, és a csapatunkat is előrébb viszi.